Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 19-éig. Nálam most van egy ötlet. Elmondom, hogy miről van szó. Én naponta megnézem a napi horoszkópot. Minden nap egy felvételt erről készíteni szerintem fölösleges. De ha látok valamit a horoszkópban, ami fontos lehet számotokra, akkor arról szívesen készítenék egy felvételt, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, mire kellene odafigyelni, mit hogyan tenni, mi lehet előnyös vagy hátrányos számotokra, és ez nem minden nap jelenne meg ez a felvétel, csak azokon a napokon, amikor tényleg valami fontos történik, és ez kihat a mi napjainkra, kihat az életünkre. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed erről. Ha szeretnétek ezeket a felvételeket, vagy nem, nyugodtan leírhatjátok a kommentárba. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mi várható november 19-éig. De még visszatérve erre a horoszkópos felvételre, egyet már készítettem a mai napon, ami november 14-ét mutatja. Erről készítettem ezt a videót, ami 13-án fog megjelenni, tehát az első felvétel már elkészült, és kíváncsi vagyok arra, hogy tetszik-e, igen vagy nem. Hétfőn új hold van. Új hold azt jelenti, hogy a hold és a nap találkozik. Erről is készítettem egy külön felvételt. Sőt, ez az új hold Mars bolygó hatása alatt van. Egy új hold napon fontos a visszahúzódás, vagy meditálni valami felett. Mars bolygó jelenti az élet erőt, nálunk hölgyeknél is, és az jó, ha most olyan visszahúzódóak vagyunk, kipihenjük magunkat, hiszen kell az erő, a belső erő is. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, és ők tisztán látnak most bizonyos dolgokat, vagy szeretnének tisztázni valamit. Tehát ez az energia, ami nem csak a hétfői napra hat ki, hanem egész hétre. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A hétfői nap itt látható, hétfő felett a hold uralkodik. A kereszt jelenthet kármikus témákat, vagy vallási területet is. De jelent döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Jelenthet egy találkozást is, amikor a sors utak kereszteződnek. Kedden Mars bolygó uralkodik. Itt látható a szerencse, ez lehet egy szerencsés fordulat, vagy egy jó hír, egy kellemes találkozás, sőt, lehet nyeremény is. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Itt a halak állnak a középpontban, és jelentik az anyagiakat, esetleg a munkát, a hivatást, a bevételt. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy elgondolkozhatunk azon, hogy mi vagy ki értékes számunkra. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt láthatóak az utak,
hasonlóan hat ki, mint ez a kereszt, amikor az utak kereszteződnek, tehát lehet egy találkozás, de jelentik a döntéseket is, ugyanúgy, mint a keresztnél. Itt melyik irányba alakuljanak a dolgok, tehát fontos döntésekről van szó. Az is lehet, hogy az a téma, ami foglalkoztatott hétfőn, az csütörtökön visszatér hozzád. Pénteken Vénusz bolygó uralkodik. Itt szerelemről van szó, lehet, hogy a szerelmi élet területén lesz egy új irány, lesznek fontos döntések. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik a sors bolygója. A Mars és a Nap exakt konjunkcióban áll ezen a napon, de mint említettem, egész héten kihat ránk, amit elmondtam a hétfői napnál, tehát itt az élet erőről van szó, vagy a férfiakról, akik szeretnének tisztázni valamit, vagy tisztán látnak bizonyos dolgokat. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, ez a kártya jelentheti azt, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, változások, költözködés, vagy hogy általánosságban sok minden történik, mert van mozgás. A nap szimbóluma itt van középen, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt most eljött valaminek az ideje. Ezek lehetnek találkozások, változások, döntések. Egy fontos nap, ez lehet egy új irány, egy új kezdet. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!